Kedves vendégeim! Tisztelettel köszöntöm Önöket a TIOP 2.2.6.12/1b 2013-0046 jelű struktúraváltás támogató eszközfejlesztés a Kátai Gábor Kórházban című 100%-os támogatási intenzitású projektünk ünnepélyes zárórendezvényén. Külön köszönettel köszöntöm dr. Fazekas Sándor, földművelési miniszter urat. Kovács Sándor urat, a megyei közgyűlés elnökét. Szabó Garbai Dénes főigazgató helyettes urat, az Állami Egészségügyi Ellátóközpontból. Hajnal Judit asszonyt, az Állami Egészségügyi Ellátóközpont Észak-Alföldi régiójának térségi igazgatóját. A polgármester asszony. Mutat János alpolgármester urat. Kérem, dr. Fazekas Sándor miniszter urat beszédemet tartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm főigazgatóasszonyt, elnök urat, a megjelent önkormányzati egészségügyi szervezetek vezetőit, köszöntöm a kórház dolgozóit is ebben a fontos pillanatban, amikor egy újabb fejlesztést tudunk átadni a használatnak. Egy újabb fejlesztés lép a magyar egészségügy és a karcegi nagykunsági egészségügy szolgálatába. Itt az előbb hallhattuk azt a megnevezést, hogy struktúraváltás támogató eszközfejlesztés a karcegi Kátai Gábor kórházban, TIOP 2.2.6, stb. Ez szerintem egy tökéletes kódszava az Európai Uniónak, vagy kifejezés rendszere az Európai Uniónak, amiből szerintem még a szakértők azok se jönnek rá, hogy miről van szó. De Önök, akik itt dolgoznak, pontosan tudják, hogy olyan gépek, berendezések megvásárlása történt, olyan műtőfejlesztések történtek, amelyek összesen 669 millió forint értékben megvalósulva a karcagi, nagykunsági és közép-tisza vidéki emberek egészségét szolgálják. Életmentő berendezésekről van szó, olyan berendezésekről, amelyek a világszínvonalon képesek a kórházban dolgozók munkáját segítve valamennyünk életesélyeit javítani. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, itt több milliárd forint értékű épület felújítás történt az elmúlt időszakban a Karcegi Kátai Gábor kórházban, megújult látványosan, és én biztos vagyok abban, hogy egy szakmai megújulás is ezzel együtt zajlik. Hiszen ezeket a komoly gépeket, berendezéseket, műtőberendezéseket, műszereket használni kell, ezekkel kell tudni bánni, és ez nem létezhet, nem lehet sikeres orvosok, az egészségügyi szakszemélyzet, a kórház dolgozóinak együttműködése, odafigyelése magas szintű teljesítménye nélkül. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én említettem azt, hogy világszínvonalú gépek, berendezések, műszerek beszerzése, beépítése történt meg 588 millió forint értékben. Nyilvánvaló, hogy ez sem az intézmény saját erejéből, sem a környező önkormányzatok, vállalkozások, az adófizető állampolgárok erőfeszítéseiből nem valósulhatott volna meg. Ez kellett egy olyan egészségügyi politika, amely döntött arról, hogy a karcegi kórházat fejleszteni kell, döntött arról, hogy az itt élő embereket is megilleti egy magas szintű egészségügyi ellátás, kellett hozzá eredményes pályázat, kellett hozzá tervezés, kivitelezés, lebonyolítás. Én mindenkinek szeretném megköszönni a munkáját, hiszen enélkül erre a mai pillanatra nem kerülhetett volna sor. És ennek is köszönhető az, hogy ez a program végigment, és ahogy említettem, magasabb szintű egészségügyi ellátásban lehet része az itt élő embereknek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez mutatja azt is, hogy az egészségügyi politika mögé kell egy erős gazdaság, a kormányzati szándék mögé kell egy helybeli fogadókészség is, tehát egy együttműködés szükséges ahhoz, hogy ezeket a felújításokat, beszerzéseket, berendezések vásárlását tudjuk folytatni.
A kórháznak van még jó néhány terve, ezeket a kormány részéről én személy szerint is támogatom, és bízom abban, hogy valamennyi szereplő együttműködésével sikerül majd ezeket megvalósítani, a kitűzött célokat sikerül elérni. Hiszen még vannak épületek, amelyeknek a felújítása feladata számunkra, megbirkózunk majd ezekkel is természetesen, és vannak olyan gépek, berendezések, eszközök, amelyek korábbi felújítások kapcsán, beszerzések kapcsán kerültek a kórház birtokába, és ezek is lassanként elkopnak, ezeket is majd meg kell újítani. Itt is a műtői berendezéseknél már voltak olyan cserék, amelyekre emlékszem, hogy az előző berendezéseket az önkormányzat nem kis anyagi erőfeszítésével sikerült megszerezni, beépíteni. De gyorsan halad a technika, fejlődik a tudomány, és egyre nagyobb az igények, és nekünk ennek meg kell felelni. És szerintem az intézményvezetés, az egészségügyi kormányzat, a társadalombiztosítás valamennyi érdekelt szereplő számára egy fontos feladat az, hogy a magyar egészségügy minden gond és baj ellenére is egyre inkább legyen korszerű, szolgáltatni tudjon, az egészségünket tudja szolgálni, és biztos legyen minden magyar ember arról, hogy megfelelő egészségügyi ellátásban lesz része. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én gratulálok ehhez a fejlesztéshez, sok sikert kívánok a későbbiekhez is, hiszen még, ahogy említettem, jó néhány feladat áll előttünk, és azt hiszem, hogy igazán jó célokat sikerült meghatározni, és ez a megfelelő eszközöket is hozzárendelni. Még egyszer szívből gratulálok! Felkérem Nagy László Erzsébet főigazgatóasszonyt, köszöntse az egybenyújtéket! Tiszteltel köszöntök mindenkit, külön köszöntöm miniszter urat, főigazgató helyettes urat, elnök urat, igazgatóasszony, és minden kedves megjelentet, aki elfogadta a mai záró rendezvényre a meghívásunkat. Nagyon nagy öröm számomra, hogy ezt a pályázatot is sikeresnek mondva zárhatjuk, és állathatjuk, hát ha nem is a mai napon, mert ugye december 30-ával sikerült befejeznünk ezt a pályázatot, tehát ezek az eszközök nyilvánvalóan vannak véve, de mégis rendezvény szempontjából a mai napon a dolgozóknak, a szakorvosoknak és a szakápolóknak a ezen pályázat keretében beszerzett eszközöket. Nem szeretnék nagyon messzire visszanyúlni, de mégis azért úgy gondolom, hogy most is illő felemlítenünk azt az elmúlt 15-20 évet, amit még mind részben önkormányzati fenntartású intézmény, részben pedig már mint állami fenntartású intézmény magunk mögött tudhatunk, és láthatóan, fizikailag is láthatóan az intézmény fejlesztéséről szólnak. Kezdődött ez az önkormányzati címzettámogatásból megvalósult infrastruktúrális fejlesztésekkel, ami több milliárd forint értékű volt, közel 4 milliárd forint, és ezt követően folyamatosan az eszközfejlesztéseket, lásd a 2012-ben befejezett IOK 224-es pályázatunk, ami a CT beruházást tette lehetővé, és ezzel egy új szolgáltatást tudunk nyújtani a területi ellátási kötelezettségünkbe, illetve e tekintetben országos szinten lefedhető egészségügyi ellátást tudunk biztosítani az érintettek számára. 2013-ban adtuk be ezt a pályázatot, és azóta folyamatosan intézményi üléseken, főnővéri, főorvosi értekezleteken mindig kérdezték tőlem, hogy hogy áll ez a pályázat, és én mindig azt tudtam mondani, hogy befogadták, de még a forrás hiány miatt el nem utasították, amennyiben lesz rá forrás, akkor vélhetően nyertes lesz a pályázat. Tavaly augusztus 8-án, ez egy szombati nap volt és munkanap, kaptuk meg az értesítést, hogy támogatott ez a pályázatunk. Igen rövid idő állt rendelkezésre, hogy a pályázatot sikeresen megvalósítsuk, úgy a kivitelezést, mint a nagyértékű eszköz, gépműszer szállítást. Én úgy gondolom, hogy ebben mindenkinek, minden kollégámnak, aki részt vett, különösen Nagy György műszerügyi ügyintézőnek, Lőrinc Mária projektmenedzsernek köszönhetően volt meg az a segítség, hogy sikeres Európai Uniós közbeszerzési eljárást sikerült lefolytatnunk, és végül is beszereltünk azokat a manapság már high-tech technológiájú eszközöket, amelyekkel úgy gondolom, hogy nem minden városi kórház készíthet, és nem minden városi kórházban dolgozó szakember dolgozhat a jövőben.
Az elmúlt évben azért befejeztünk még két uniós pályázatot, és ez szintén a magyar kormány segítségével, támogatásnak köszönhetően. Ugye zártuk a jobbos pályázatunkat, amely a rehabilitációs központ átadásáról szólt, és volt egy nem kevésbé sikeres keopos, hogy csak röviden mondjam, mert hosszú a kódszám, a napelemes pályázatunk, ami úgy gondolom, hogy a későbbiekben a működésben mindenképpen fontos lesz, és megtakarítást fog jelenteni. Én szeretném megköszönni ennek a pályázatnak a kapcsán azt, hogy az infrastruktúra fejlesztés mellett olyan eszközökkel bővülhettek az osztályok, a járóbeteg szakrendelők, a sürgősségi betegellátó osztály, amelyek segítségével az igen-igen leterhelt egészségügyi dolgozók munkája tovább csökkenthető, a betegellátás színvonala növelhető, és szeretném megköszönni az összes dolgozónak, aki ezekkel az eszközökkel dolgozik, hogy türelemmel vette, hiszen ezeket be kellett tanulni, ezeknek a működését, és türelemmel, odaadással megtanulták, és a jövőben alkalmazni fogják. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget, és nagyon jó munkát a jövőben továbbiakban is. Köszönöm, hogy meghallgattam. Ugye egy fejlesztési projekt lezárultával állunk itt ma, tisztelt egybegyűltek, de ez nem azt jelenti, hogy a kórház tulajdonképpen most teljes mértékben megújul, és előre tekintve a jövőbe szeretnénk az első homokszem lenni abban a kis gépezetben, ami tulajdonképpen a kórház további fejlődését előrelendíti, és ezúttal szeretném bejelenteni, hogy a VMD ZRT, mint Magyarország egyik legnagyobb kórházi gyártó cége, 30 darab új betegápoló egyet kívánt felajánlani a K.P. Gábor kórház részére. Emrik Mátéval beszélgetek, hiszen tett egy nagyon nemes felajánlás itt az ünnepség végén. Mi is volt ez pontosan? Tulajdonképpen igazából most lezajlott az intézménynél egy beruházás, de nem szeretnénk, hogy ez a folyamat megszakadjon ezzel a mai nappal, és ebben az első lépést mi szerettük volna megtenni, és ezért az intézmény részére felajánlottunk 30 darab betegápoló ágyat, hogy a már korszerűtlen régi betegápoló ágyakat le tudják cserélni a kórházban. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nemes tett volt, és reméljük, hogy lesz még lehetőség. Ezek akkor gondolom, hogy ilyen intenzív osztályos ágyak, tehát amik már korszerűek, nem ezek a hagyományosak. Igen, ezek a 21. század előírásainak és szabványainak megfelelő betegápoló ágyak. Nem az intenzív osztályra, hanem a hétköznapi betegápoló osztályokra fogják ezeket telepíteni a kollégáink. Én azt gondolom, hogy az itt gyógyuló betegek nevében is köszönhetjük ezt a felajánlást. Igen, nekünk is mindig elsődleges szempont az, hogy az intézmény és a betegek a legjobb komfortfokozatban érezzék magukat, mert ugye senki sem szeret kórházba járni, mindenki azt szereti, hogyha a legotthonosabb körülmények között érezheti magát ezekben a rázós napokban. Köszönjük szépen! Mi köszönjük szépen! Dr. Fazekas Sándor főnösi miniszter úrral beszélgettünk itt a modern műszerek között a műtőben, hiszen ez a fejlesztés része, amit most adtak át. Mit szól ez, hogy olyan műszerek kerültek harcagra, ami az országban is kevés helyen van? Ez egy csattanós válasz arra, hogy a kormány eleget tesz az egészségügyért. Látszik az, hogy vannak olyan programok, vannak olyan fejlesztések, amelyeknek köszönhetően a karcagi, nagykunsági, a közép-tiszavidéki emberek is világszínvonalú egészségügyi ellátásba tudnak részesülni, hiszen a 669 millió forintos beruházásból 588 millió forint értékben egészségügyi gépek, műszerek, berendezések lettek vásárolva, megújultak a műtőben található műtőasztalok, a világítás, azok a berendezések, amelyekkel a gyógyítás zajlik, és azok az eszközök is beszerzésre kerültek, amelyek nélkül nem lehet világszínvonalon műtéti technikával megmenteni az emberek életét, egészségét. Én gratulálok ehhez a fejlesztéshez. Illeszkedik ez abba a sorba, amit az elmúlt 11 néhány évben a karcai kórházban
sikerült megvalósítani, hiszen megújultak az épületek, a berendezés nagy része is, és a műtőblokkban található különböző felszerelések is megújultak ennek a legutóbbi programnak köszönhetően. Itt a kórházban ajándékot is kaptak ma, hiszen az egyik gyártó felajánlott 30 nagyon modern ágyat, tehát azt gondolom, hogy ez is fontos, hogy jönnek az ilyen felajánlások, önként felajánlások is. Ez egy nagy lelkű felajánlás és köszönet érte. A Református Egyház szeretett szolgálatán keresztül is komoly segítség érkezett a elmúlt néhány hónapban, de van mindig feladat, van mindig hely fejlesztésekre, itt még az épületfelújításoknál is van teendő, és a további pályázatokhoz pedig, amelyek a gépek, berendezések, műszerek fejlesztését célozzák, sok sikert kívánok a kormány, személy szerint én is parlamenti képviselőként, miniszterként is támogatom ezeket a fejlesztéseket. Az a célunk, ezt már évekkel ezelőtt is vallottam, hogy a karcagi, nagykúsági, közép-tiszavidéki emberek, a kórház vonzás körzetében élő 100 000 ember ugyanazt az egészségügyi ellátást kapja meg, joga van erre, mint a nagyvárosokban vagy akár Budapesten. Köszönjük szépen! Köszönöm.